Sziasztok, én Cékmai Norbi vagyok, a Magyar Országos Rally 2 bajnokságban versenyzem Takács Gáborral az oldalamon. Az idei évben szerettünk volna egy jó eredményt elérni a abszolút értékelésben, és tavasszal kezdtük meg a bajnokságot Nyergesújfaluban. Rögtön az első versenyünkön fék problémával küzdöttünk, aminek eredményeként egy 9. helyet sikerült abszolválnunk. Akkor azt éreztük, hogy lehetne ez jobb is, és hát nem is volt magasan a léc. A következő futam az a Salgó Rally volt, ahol már egy-két jó részeredményt magunkénak tudhattuk, de sajnos az autónk az megállt egy motor probléma miatt. Mind a két versenynek odaírtuk a margójára, hogy ez tök jó lehetne, csak nem jön ki igazából a lépés. Ezért a harmadik meccseki fordulóra úgy álltunk oda, hogy ha nem jön valami használható eredményünk, akkor lehet, hogy az év hátra levő részét újra kell értékeljük. Viszont már csak egy nagy fordulat következett be, egy sikeres versenyt követően gondmentesen végigérve egy 30-as büntetés ellenére is sikerült megnyerni azt a futamot, ami után újra egy kicsit lendületet kapott a csapat, ha fogalmazhatok így. Majd elmentünk egy hazai versenyre Egerbe, ahol ismét voltak kisebb technikai problémáink, de sikerült végül azt a versenyt is megnyerni, és két győzelemmel, illetve a nyergesi 9 pontukkal már kényszerpályára kerültünk, egy picit lőtávolba került egy lehetséges bajnoki cím. Így álltunk oda az 5. versenyre, amit Győrben is környékén rendeztek, és akkor Zsinórban harmadjára sikerült versenyt nyernünk, ami már egy picit még minket is meglepett, ha fogalmazhatok így. Lehet, hogy egy minimálisan túlmutatott azon, amire számítottunk az év elején, de mindig elhittük, hogy ez összejöhet. És voltak nehézségek, bár ezt szerintem nem egyedülálló ebben a sportban, meg nyilván minden csapatnak megvannak a kiemelkedő és kevésbé kiemelkedő versenyei ilyen-olyan szempontok szerint. Szóval még ha kalandos is volt és nehéz, azt láttuk, hogy a végére itt Diósgyőrben kell megvívnunk majd a bajnoki címért, ahova 9 pont előnnyel érkeztünk. Mint látjátok, itt ülünk a DVTK stadionnál, és amennyiben érdekel ez a versenyünk, illetve annak a kimenetele, akkor tartsatok velünk! Még működik is, hihetetlen. Locked in my head, romanticizing forever. Last love I found needs my death down and all my roses died. Swore I was stupid, looking at you, I think I changed my mind. Kikészítünk mindent igazából, ami fog kellni a versenyautó, meg az, hogy tudjunk lenni. Sizsak, Hans, maszk, kamera ilyenkor ugye legelején, ki van véve az autó balestére. Nyilván 24-szer átnézve, hogy benne van-e minden. Rendező itiner, saját itiner, autópapírjai, hőfokmérő, guminyomásmérő, víz, nagyon fontos, mert az a bocska gond van, ha nincs. Nordnak a ugyanez igazából, neki egy kesztyűvel kiegészült. Igazából ennyi a történet, meg nincs itinere. De ja, GPS. Igazából ennyi. Meg 24-szer átnézed, meg átgondolod, hogy mindenki van adatva. Jó, mindig gondolkozok, hogy ez miért jó nekünk. Hogy ez miért jó nekünk. Ez a reggeli domoridegi nem tudom ezt, hogy érjem, hogy valaki izgalom miért. Én azért fizetnék ezért képességé valamit. Nekem ez a legmegterhelőbb része. Ha beindul a menet, akkor már... Jó, de ettől lesz jó vége, nem? Hát igen, amúgy az biztos, hogy kell legyen benne kontraszt, akkor hogy éled meg a olyan dolgokat, a magasságot, a mennyiséget. Ez biztos, hogy így van. Itt tudod, még taposod a szar részét. Ez nem annyira jó. Mit mondok mondani? Azért, hogy itt az élvezet. Mit legeskedtek? Azért, hogy te kicsit élvezet. Átkapcsolod, jól kapcsolod. Yeah, let's fall in love. Ügyesen szorítom. De miért? Elmentél? Ha? Jövőre megpróbáljuk.
124 ponttal kéne most álljuk a bajnokságba, hogyha minden úgy alakul, akkor mindegy. Jó. Ez van. Oké, okay, örülök, hogy benéztem. Azt mondja Tomi, hogy 1-9-szer kéne rajtolni a keményen. Máinkán. Az lenne biztos. Nem baj, tudunk bele, de nem most, nem most. Oda kéne visszaengedni. Jó, hogy oda kéne visszaengedni? Aha. Mert hogyha ha nincs csúszás a rajtba és meg tudjuk melegíteni előtte, akkor működhet a kemény. Ha nem, akkor meg vagy óvatosan kell lenni, vagy akkor a 1-9 a biztonsági játék. De akkor a hátulját is 1-9, mert az meg a középen meg akkor azt meg azt kéri. Ami azt mondja? Jó, szerintem is. De akkor Balázs, mindjárt pakolok. Balázs, de akkor maradunk egy póton? Ha nem akarok, akkor nem viszek kettőt. Akkor el... menjél. Akkor eldőlt, hogy kemény is kész. Jó, akkor ennyi. Fog kemény. Amikor felírtuk először, délelőtt mentünk kettőt mindegyiken, aztán délután megint kettőt mindegyiken, ugye négyet lehetett lenni összesen. És amikor először lejöttünk Máinkáról, illetve az első kettőt lejöttünk Máinkáról, akkor én azt mondtam Norminak, hogy ez az itinár még nem az enyém, tehát nagyon nem éreztem a ritmust. Köszönöm, de azért is már 40-es táblák voltak kirakva, és ugye a versenykirásban az volt, hogy leírva, hogy a közúti közlekedésnek megfelelő szabályok szerint lehet menni, hát ugye ez is ennek betudható. Majd jött az információ, hogy igazából nem feltétlen kell ott azt a 40-eket betartani, és vigyázzunk egymásra, oda-vissza lehetett ugye járni. És azért 40-nel felírni, 40-45-tel felírni egy pályát, ahol utána lesz olyan, hogy negyedik nyílen lobogsz, az úgy nem annyira egyszerű. És akkor másodjára mentünk, akkor már ugye mondták, hogy lehet gyorsolni, ez a 90, tehát annál lakott területen kívüli tempót lehet rajta menni bejáráskor, akkor azért már teljesen más arcát mutatta meg az a gyors. És utána abból a kettőből, amikor lejöttünk, akkor utána azt mondtam Norminak, hogy most már az enyém az itiner, tehát most már úgy érzem, hogy tök jó ritmusban mindenben. Azzal úgy nem volt gond. De viszont az meg elsőre jó volt, tehát az nem tudom miért. Az első kettő felülés után már azt mondtam, hogy ez egy tök jó itiner lett. Utána már csak apróságok voltak benne. És igazából mondjuk azt, hogy a miénk. Nehéz lenne körbeírni az érzéseket, amik kavarogtak közben. Nem a legjobb alvásom volt, bármilyen meglepő, nem is a legrosszabb. És nem dorbézoltak körülöttem a srácok, direkt külön szállásra mentünk, ez valamelyes segített, de nem tökéletes. És még érzem magam, viszont ettől délután lehet, hogy leszek annyira fáradt, hogy ma este jobban fog menni. Úgyhogy taktikusak vagyunk ebben. És mit terveztek már? Milyen koncepció? Mivel indultok? Nagyon egyszerű a koncepciónk, megpróbálnánk a saját tempónkba autózni az első körökön is, megnézni, hogy az hova elég, majd ez alapján eldönteni, hogy mit kezdjünk a délutánnal meg a holnappal. Máinkán kezdünk, Bükszent, kész. Támadás. Tudjuk a pályákat. Jó lesz, jó lesz. Jó az itinerünk, és felkészültünk szerintem amennyire lehet. Igyekszünk. Taki szól, menjünk Norbi, jó? Nem kell. Jobb egy...
sodor, 30 barakás, vagy a kettő tempó, nyújtott íven sodor, és 30 jobban aszfalt, a legban bar 33, kicsit később. Szoros végeben cél, a pirosig megyünk. Fogyott. 2 km, 4,7. Összesen mennyit mutat most nekem, azt mondd meg, légy szíves. 31-et mutat. 20. Jó, 7 kell a gyorsra, az 38, meg 2, míg felmentek ide, az 40, és még lejjetek vissza, az még 5. Jó, oké, megvettem akkor, legyen így. Ámen. Csak azért, mert kipakoltam gatyával, és akkor most visszapakolok. Mit csináltad akkor van egyébként? Hát egyébként semmit. Állítsad, csináld a dolgodat most már. Igen, az történik most egyébként, hogy amit a máinkára kitaláltunk, a setupot, az teljesen eltér attól, ami Bükszentre jó lenne, az én véleményem szerint. Olyat nem tudsz csinálni, hogy mind a kettő jó legyen minden értékben, ezért ami könnyen, gyorsan állítható azokat az értékeket, megpróbáljuk. 2, 3. Megpróbáljuk odaigazítani, bízva abba, hogy majd ez segít nekünk, és most konkrétan a gyors és a lassú berugózáson állítunk egy picit, keményítünk. Aztán mind a két gyors tapasztalatait lehozzuk a szervizbe, és akkor kitaláljuk, hogy az így, az a foglalkozás elérte e célját. Működött a gumiválasztás. Pillanat. Így, hát az a kemény, az olyan kemény döntés volt egy kicsit. De rábeszélt a Tomi, és egyébként jó volt, aztán Balázs is megerősített. Kérdezték, akkor megálltunk beöltözni, hogy akkor puha vagy közepes. Mondom, kemény, és akkor mondták, hogy az hülyeség. Nem az, hogy hülyeség, csak hogy az úgy biztosan jó lesz. Én megmondtam, hogy nem biztos, de lehet. És aztán jó volt. Hát úgy nagyjából az most okés volt, persze nem biztos, hogy ennek tudható be. A beállításunk az biztos, hogy nem jó máinkára, arra ki kell találni valamit, azt nem sikerült tökéletesen megalkotni. Nekem ez nem tetszett most annyira. Én rontottam el, mert én voltam a ötletgazda, hogy csináljuk. De nem jó, ezzel a plusz 10 hasmagassággal szerintem nagyon máshogy működnek a setupok, amit eddig megszoktunk. Úgyhogy ennyi, de nincs helye nyavalygásnak. Nincs helye nyavalgás, csak már nem olyan rossz ez, meg ennél jobbat nem is kiválhattunk volna kezdésnek. Úgyhogy a kemény gumi az meg csak visszakanyarodva nem volt másra a tapasztalatunk Pirelli-ben, mi csak keménnyel mentünk idén, mindig és mindenhol. Mert ugye az évad harmadik fordulójától megyünk Pirelli-be. Úgyhogy az meg a másik, ami mellette szólt, hogy holne próbáljuk ki, hogy milyen a közepes elő. Hát eddig bevált, úgy tűnik. Beöltözünk, ugye? És akkor beöltözünk már majd, igen. Hoppá, így ez a lényeg. Így rögzít egy lényegében. Olajos? Olajos a kesztyű? Szabadult el a kardán. Hát ugye a gumifüggesztő elengedte. Szóval csak mentálisan zavart meg? Hát úgy, hogy elkezdtünk izét nézni a tükröt, hogy mondom, majd ha utól érnének, lássam, vagy mi lesz, azt akkor... De lóg még most is? Persze. Igen. Srácok, megszólt-e? Egy kicsit a gátlón, már szereztek is. De ráz a kardán és állítasz a gátlón, jó? Mert úgy vagyok vele, hogy utána a kétharmadát utána már Balázs azt mondta, ha baja van, akkor úgy is kiderül. Azt utána már akkor nyomtuk. De minden más oké? Okay? Minden más oké. Okay. Csáó! Jó, nagyon jó. Hát így ebből kiindulva, hogy ez most milyen. Gyors közben előjött? Hát az első kolompát. Egyharmadán a főfali izé volt. Az igazat, nem akartunk gyorsan menni, ne verjük meg. Ja. Akkor kösz. Majd a belső megmutatok úgy kösz. Valamol. Jó van, hát ez jó működött. Az jó. 2.24. Jó, örülök. Na, de akkor a többi az mindenki.
Jó, mennem kell. Gyere! Hogy, ennél gyorsabban? Igen. Hát ugye 1.80, az eleje 1.45. Fújni kéne lehetően. 1.45. Hát fújhatunk. Mennyi percünk van még? Elinduláshoz 7. Nagyon sokat nem tudsz fújni vele. De ezt én felnyomom 1.9-re odáig. 1.8-ra simán felnyomom. 1.45-ről? Ah. Nem emelkedik akkorát. Hát, nem tudom, te döntsél. De akkor meg már állítani nem lesz időt, ha most felfújjuk. Érted? Érted. Most akkor meg állítani nem tudod. Kurva kevés az 1.45 az 30. Nem, mert feljön 1.9-re. Hát de most nem állítunk már fent, igaz? Nem. Hát akkor 1.8-ig fel fog az jönni. Ja. Mind a kettő 1.45? Egyforma? Akkor megpróbáljuk így. Odáig megmelegíteni. Mit mondtál, 20? 26-kor megyünk. 26-kor megyünk. De 1/1-et fújjatok bele. Most az már nem sok ból tart, akkor csináljuk, játsszuk a biztos oldalt. Ezt ki tudom innen szabadítani. Tudom. Akkor van szívás, ha fent várni kell. Igen. Mennyi legyen? Hát akkor 1.6. Vagy 21, plusz úton eleje tempó, vége padló, 700, majd a jobb 2, plusz gumi híven, és sima balból a sima jobb, sima balból a sima jobb, majd 50, vége balon, és a pukkan előtt a pék, mert lídra jobb 4 gumi. Az a konklúzió az első kör után, hogy a Bükszentre szerintem egész jól sikerült ez a kis plusz keményítés, de a máinkát azt oda én egy picit még fújítani szeretnék a hátulja, mert kétszer útpattant el az autó, vagy háromszor is talán, hogy az nem annyira tetszett, úgyhogy ott még egy picit a gyors belugózáson akarok nyitni. Körülbelül ennyi. Az eleje az jó viselkedett, azt visszaállítjuk ugyanoda. A hátulját meg ennyit fogunk csinálni. A Bükszent az jó, azt nem bántjuk. A hasmagasság zavar, de azzal nem tudunk mit csinálni, mert ugye az a máinkai pálya miatt muszáj egy picit magasabban tartani az autót, minden más meg tök oké egyébként. Úgyhogy röviden ez, úgyhogy most vissza fog állítódni az autó, aztán hagyom Balázsékat, hogy menjenek fel a kerekek. Gumit nem cserélünk,
Ugye van nálam mindig egy kis szett, csak azzal, amit a gátlót állíthatsz, és akkor így a legegyszerűbb, hogyha ezt innen oldjuk meg. A szaktanácsadók, jó ragabi kislánya, a Kata, a mennyasszonyok, így vannak. Nekünk ilyen mérnökeink vannak. Itt van fent egy gumikupak, ezt lekapod, és akkor mögötte tudsz állítani a lassú berugózást egy imbusszal, a gyorsat pedig egy 12-essel. Kicsit szűk a hely, de be lehet játszani, ha ügyes vagyok. És most 6-ot kattintunk vissza. Vagy 5-öt, bocsánat. Jött a lassul. Jött a gyorson. És akkor ezzel meg vagyunk. Mennyi van? 7 perc. Nem hangzik jó. 11 perc, az már jobban hangzik. Ugyanezt csináltuk elől meg, csak 4-eket jövünk, hogy visszanyárjuk a reggeli máinkai állapotot, mert az ott az eleje az nekem tetszett. A fékerővel kellett egy kicsit játszani, de ez úgy jól sikerült, és megyünk előre. Elől ugyanaz, csak meg van fordítva a tartály, itt alul van a kupak, de minden más ugyanaz, csak ugyanazokkal a szerszámokkal állítható. Hát ez itt belemegy, és akkor csak simán számolod. 1, 2, 3, 4. Igen. Rámegy, ez is ugye ez a tuningol, 12. 1, 2, 3, 4. 6 perc múlva beülünk, Norbi. Rendben. És akkor egy kerekünk marad, ha minden igaz. Egy oldalunk. Beesett egy ötre, eleje 8-7-9-et visszatudtam, jó? Jó, köszi. Kupak vissza. A régi szemüveg tartótokomba a cucc, és megy mindenbe hátra. Már emberi titkok vannak. Figyelj, sótabletta, magnézium, rágógumi, vanília, szelet, fehérjéses. Azért ezek az 5 forintos segédeszközök. Egyébként vezetjük a versenyt 17 másodperccel, vagy 16 egész valamennyivel, mind a két gyorsat megnyertük. Kevinéknek a másodikon volt valami szervogondjuk is, az első nem volt bajuk, azt is sikerült hozni. Nem éreztem azt, hogy meg kellett volna feszülni, Taki sem. Úgyhogy én bízok benne, hogyha ezt a szintet tudjuk hozni, akkor valahogy kitart. Legalább a mai nap végéig ez az előny, aztán majd a holnapin meg majd igazadunk ahhoz, amit látunk reggel. Szerintem nem kell változtatni semmi, így kéne tovább menni. Körülbelül ennyi a rövid beszámoló. Abszolút biztonsági autózás volt, nem feszültünk meg egyáltalán. Tök jó volt komfortzónán belül menni. Meg is beszéltük az első gyors előtt, hogy hozunk egy közepesen erős szintet, egy ilyen tényleg abszolút, amire nem kell ráfeszülni, és akkor megnézzük, hogy hova elég az első kör után. Tök jó volt alapvetően. Most Norvi vele javított meg az itinerben, mert volt olyan hely, ahol nem tolta át, ahol átletett volna, és ott ezt kifejezetten idegesítette. Úgyhogy most belejavított, reméljük a következővel átolja, és akkor akár még gyorsan is lehet, bár nagyon-nagyon jelenlás, szerint nincs rá feltétlenül szükség. Ha ezt a szintet hozzuk, mint az előbb, és a többiek is azon a szinten maradnak, akkor elég lehet. És 10. Bal 2 híven, bal 1, 20 jobb, 5 vissza, 5. We'll be right back.
bal egy, bal 11, kettőször padló elején úton. Eleje úton, ilyen sima jobb, sima bal lesz, majd 30 a jobban, és a bal egy mínusz hosszú tempó íven, ből 50, és a sima bal hosszú vége bentből, az 50-re a jobb kettő rövid íven, és a bal a jobb 3 plusz íven gumi. És 30 a sima jobb, a sima bal, és 100 vége jobban mész, majd a bal 2 mínusz, kicsit későn úton bal a sima bal. Lazsira figyelj, tehát 50 átlő vége jobban fék, és a bal 23 mínusz úton sodorhat óvatos, bal a jobb 2 plusz pad. Nyomod! Azaz! Marmival azt beszéltük a nap elején, hogy megyünk egy viszonylag erősöt az első körben, de abszolút komfortzónán belül, tehát azért egy viszonylagos ráhagyással. És megnézzük ez hova elég jelenlegi mezőnyben. Ez úgy tűnik, hogy jelenleg ez a fajta, mondjuk egy stratégia, ez egyelőre ül, ahogy Norbi szokta mondani. Magyarul elég ahhoz, hogy elegendő volt ahhoz, hogy egy durván 22 másodperces előny ki tudjunk alakítani. Én azt gondolom, hogy ezen nem feltétlen kell módosítani. Tehát nyilván az ember szeretne gyorsan menni, vagy még gyorsabban menni, de ez így elég lesz, én úgy gondolom. Ha Kevinék előtt vagyunk, akkor mindenképpen mi nyerjük meg a bajnokságot. Hogyha mögöttük vagyunk, akkor már matekolni kell. Powerpontokkal, meg stb. Most ebbe addig én ezen nem nagyon akarok ezzel foglalkozni, amíg nem vagyunk másodikok, de nem akarunk második, ne akarjuk nyerni ezt a versenyt. Azért ne legyen kérdés, tehát itt annyira sok info van egymásra épülve, annyira sok kanyar van egymásra épülve, hogy épp mondtam Norvinak, hogy nem tudom megszámolni, de irgalmatlan sok időt telik el két felnézés között. Tehát igazából azokból az antennákból kell építkeznem, amit érzek az autó erőhatást, hogy hol járunk, amit én elmondtam neki, abban még már benne vagyunk, vagy még az előzőben, vagy stb. Tehát borzasztó ebből, tehát nincs idő nézelődni. Egyszer-egyszer így ki tudok nézni, így máink elején sokan voltak, meg az bánkutelákból sokan voltak, le is rajzoltuk az elsőt úgy rendesen, lelógatta Norbi kicsit a dzsuvára, ott a bánkuti elág előtti jobbosba. Bükszenten a mélyszigetőnél voltak, ott az utolsó, a második mélyszigetőn ott azért próbáltam integetni, mert az egyik legjobb barátom azt mondta, hogy ugyanolyan rali buzi, mint én, és együtt nőttünk fel. Azt mondta, hogy oda fognak jönni nézni, és valakik nagyon csápoltak, remélem ők voltak, úgyhogy próbáltam így a bal közlemmel így integetni nekik. Úgyhogy remélem megkapták az üzenetet. De nem nagyon van idő nézelő. Tényleg nagyon összetettek a pályák, és nincs idő egyszerűen kinézni oldalra. Na, első nap végén, akkor megnyugszik az ember, most én is egy picit megnyugodtam, hát négy gyorsból négyet tudtunk megnyerni. Álligattam én ide-oda, jobbra-balra, úgy jobb is tett meg, nem is ez a máink egy kicsit kifogott rajtam, a Büxenten ott magabiztosabbak vagyunk. Nem tudom, olyan... Az eszem azt mondja, hogy ez így jó, meg elég, mert amúgy meg stabilan megvan az előnyünk, minden gyorsan tudtunk építkezni. Még mindenhol azt érzem, hogy egy picit még lehetett volna gyorsabban menni, de visszavettem, és az egyik énem az hajtana, hogy ott maradt benne, és ennél lehetett volna szebb eredmény, és a másik meg azt mondja, hogy
haver, ez tök oké, mert amit szerettünk volna, azt most megcsináltuk az első nap. 22-vel vezetünk, 4 gyors után a nap derekán, mögöttünk Kevinék, akikkel ugye küzdünk a bajnoki címért. Nekünk amúgy ebből a napból többet nem kellett kihozni, szóval ez most megvan pipa. Úgyhogy ennyi a vegyes érzelem, de úgy meg tök jó autó sensation, beállítások, egyedül mondom, ez a máinka volt, ami kérdél, de amúgy meg tök jó, gumiválasztás jól sikerült, úgyhogy nagyon jó, ha így, ezt erre reggel aláírtunk volna. Már egy kicsit éreztem, hogy a fékhatás az úgy, egyébként is szerintem egy gyenge pontja ennek az autónak a fék, egy hosszabb szakaszon ennek a típusú autónak. Most is már érződött, hogy nem az igazi, a máinka végén már elkezdett nyúlni, meg kicsit puhulni a pedál, és fékbetétet cserélt Balázs. Nincs a kettő közt közvetlen összefüggés, de egy légtelenítést meg kellett csinálni, amiatt mindenhogy, azt valamiért igényli, szerintem nagyon hamar felforralja a fékolajat, vagy közel viszi hozzá. Hát az a minőségromlás, az érződik a hosszú szakaszok végén, úgyhogy szokott segíteni, a győrbe is segített, amikor lecseréljük a fékolajat. Úgyhogy most ez történt, azt láthattad, meg fékbetétet cseréltek a fiúk, én meg a gátlókat tekergettem vissza eredeti állapotukra, hogy reggel már ne kelljen ezzel foglalkozni, mert tartottam tőle, hogy napközben ott ezzel a fetrengős állítással valamit elszámoltam. Elvileg nem, most így leellenőriztem magam, de így a biztos. Ja, a mai napnak az volt kb. Az elgondolása, hogy menjünk úgy, hogy nekünk jól esik, és akkor bízunk benne, hogy az elég lesz egy jó eredményhez. Ez történt ma, viszont komfortzónán belüli volt olyan szinten, hogy én sehol nem mondom azt, hogy 3 említésre méltó kalandot nem tudok egyébként most elmondani nektek. Úgyhogy holnapra ugyanaz a terv, mert úgy tűnik, hogy nekünk ez válik be. Nem kell itt taktikázni, szerencsére, ami jön magunktól, az most itt úgy néz ki, hogy megállja a helyét, én bízok benne, hogy holnap is. És akkor jók vagyunk, mert akkor úgy tudtuk ezt megcsinálni, hogy nem kell érte túl nagy kockázatot vállalni és megfeszülni, esetleg valami balhét csinálni. Ha feszültek voltunk az első nap miatt, holnap feszültek leszünk amiatt, hogy az már az utolsó és túl közel a vége. Izgulva azon, hogy sikerül, amit szeretnénk, hát... Ja, ezt a 30 versenykilométert körülbelül, ami előttünk van, vagy 35-öt, ezt még le kéne küzdenünk, és akkor sikeres az év. Gyere, már holnap korán kerünk, bátyja. Legyek még. Where you been? Running from things that you know. Na, meg volt a reggeli, bejövjük! Just trying to find where to live. But it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Két hátsóban, ami tegnap hátul volt, kettő akkor tudjuk be a földet. De várj, az 7-es. 5-öst mondok, hogy 5-ösből a legjobb 5-öst tegyük már be pótnak, hogyha lecsipogják, akkor azt még is kell használni, akkor a legjobb. Ha van, de lehet, hogy ez a legjobb, én nem mondom, akkor maradhat. Az a legjobb. Az? Az a legjobb, ami most lejött. Akkor jó, hát az a most jött le? Ez 5-ös? Hagyd nézem. Fordítsd a fény felé. Ez 7-es. Mi az, ami lejön? Az is 7-es, igen, 7-es használt, megy hátra, így, há, jobb hátsó, oké? Ez az. Akkor az menjen be, légy szíves, jó? Nyomást nézzünk akkor abba is? Ezt aki beállítja a nyomást, és akkor utána betöltek. Jó, tökéletes, okés. Akkor okés. És akkor ennek van egy párja, azt a kelme 5-ös, akkor... Nem, csak szerintem ez jobb állapotú. Nugi, van 20 perc. Gyakorlatilag száraz, 5-ös, 6-os minimális nyírkos részek, levegő 10-11, aszfalt 12-14. Ez az, hogy meglepően tiszta, letakarították az éjszaka folyamán. Mind a kettőt? Nem, csak a Big Szentet. Igen. Többi az a szokásos rajtnyomások, meg ilyenek. Ja. Ügyesen, nagyon drukkolom. Ő tolat? Rámegy a láb, bújjam rá! Hát, hát. Dehogyis, menj csak oda. Igen, itt a stínsök számlom. Hát. Ablakmosás, kulacsból rész. Jó.
hát akkor ezt pótoljuk. Mikorra mentek ki? 20. Tehát ma reggel? Aha. Tehát is mi volt? Sonkával szeretem, nem, hagymával szeretem. Egy bundás kenyeret. Én ezt nem szagát szeretem. Még ezt a... Nem csak én voltam ilyen szaglásos. Hogy milyen bundás kenyér szagban. Igen? Aki most mennyire indulunk így végül? Micsoda? Egy 8, egy 9 most, vagy hogy? Igen. A pótkerék már 1.9 van, abból tudok csinálni bármit. Bármit tudsz belőle csinálni? Hát 1.9 is tud maradni, meg 1.8 is tud. Pónilovat is? Pónilovat, tudok belőle hajtogatni pudli kutyát. To feel sorry for myself. Why'd you do that to me? Kettő éven van egy 20 fék, jobb 5. 5, 4. Van kettő éven van a bal egy 20 fék, a jobb 5 vissza. Végető. Tő, jobb 5. Negyven középen, a jobb egy tempószorosból 20 fék, a bal 3. Mínusz kicsit, hosszú éven kis tő. 30. A jobb kettő rövid kicsit későn bentből, a bal kettő korán. Tempó hosszú, igen, nyílik. Minden infót mondjak? Igen. Jó. 80. Jobb kettő kicsit rövid éven gumi, hol? 30. Leféléből a bal 23 későn vége nyílik. Bal 23 és 50 és a sima bal korán vége kiből 50. És ha bal egy mínusz íven, itt a cél. Itt a cél. Értem. Oké. Bocs. Még próbáltam, mert volt nálam kulcs, mert csináltunk legalább visszazárni. Mondom, Max majd valahogy szívok át olajat, hogy a kurvanya tudja, de az első humpa után, ahogy lehúztam, visszafosta magát. Még egyet húztam, és akkor kész. Kijöttem. Mondjam, akkor nincs menet a jövőben, nyerekben. Most már nyerekben nincs, aha. De akkor még azt még mindig egyszerűbb lett volna, most gyorsan vágni bele másik. Sziasztok! Hello, sziasztok! Csá, köszönöm, Csavar! Másik menetben nem tudtad bele vágni? Nem. Nem szólom bele. Szerintem már az egyszer patkóval volt az a nyerek. Már lehet, hogy eleve betétes. És most hogy fogtok... A belső féktől működteti majd. És a tárcsával nem lesz gond. Kívülről be lesz hézagolva maradék üzével. Hát most nem tudom mit csinálni. Bodáról nekünk már szabadt így a tárcsa. Nem volt így csinálva, de még úgy is leszakadt.
35 perc 21 km volt. Ez csak óvat. Ja, köszönjük azért. Jó, oké. Eddig volt 30% fék, most lehet, hogy lesz 60. De legalább bükszönt van lefelé. Volt egy egész magabiztos, mondható előnyünk, 22 másodpercünk reggel. A mai 40, alig 40 versenykilométerre nézegettük, hogy kilométerenként mennyit tudunk adni, illetve hogy kéne beosztani az előnyt. Hát átalakult a forgatókönyv, egy kényelmes napot terveztünk magunknak, ami az első napon megkiúsulni látszott. Gumimelegítés közben megint elment az első fékünk, idén ez másodszor fordul elő, ismét nem volt annyi időnk se, egyébként szerszámunk, hogy megjavítsuk, illetve alkatrészünk. Úgyhogy fék nélkül vágtunk neki Máinkának, picit gondolkozva azon, hogy ezt most abba kéne hagyni, de úgy gondoltuk, hogy mégsem, nem adjuk fel. Töröltük ezt a pillanatnyi errort. Hát lejöttünk kézifékkel, nem, nagyon nem esett jól, nem jó ez így, ez nem biztonságos dolog. Egy kezedben kézifékre váltóra, egyszerre csinálj mindent, és hát semmi nem úgy működik, ahogy kellene. De valahogy ezt így összehoztuk, hogy ez sikerüljön, és akkor a bükszenten még egyszer ezt meg kellett csinálnunk. Hál' Istennek ma van bükszent lefelé, ugye, mikor lenne. Így ott is ilyen füstölő hátsó fékekkel megérkeztünk mind a két gyorsasági beírójába. Majd ezekkel a produkciókkal a hatodik helyre csúsztunk vissza az elsőről. Kevinék kiestek. Ők volt ugye most versenyben, a bajnoki címért velünk. Ugye az, hogy ők nem tudtak elrajtolni a Máinkai egyesen, az kellett ahhoz, hogy mi most hatodikok legyünk és ne hetedikek. Valószínűleg ők az elő lettek volna, úgyhogy a sors most egy kicsit ránk mosolygott. Szokták mondani, hogy technikai sport. Tényleg sajnálom és nem így szerettem volna, hogyha eldől a kettőnk közti csata. Nincs még vége persze, nincs lefutva semmi, de úgy tűnik, hogy ők ebből a mesből sajnos kiszálltak, úgyhogy én ezt sajnálom, és egy picit át is tudom érezni, hogy milyen lehet ez most nekik, mert ott a rajtba ülni, első fék nélküli autóban, amikor lényegben temeted a saját versenyed, az magában nagyon rossz volt, de ha most még utána onnan úgy jövök le, hogy ott vége a versenynek, az nagyon szar érzés lehet. Nagyon sajnálom. Szóval hatodikok vagyunk, kettő gyorsan még hátra, két bükszent lefelé. Féknyergünk nincs, azt kéne cserélni egyelőre. Lehet, hogy majd lesz az utolsó körre, de most nincs útunk. Balázsék most patkolnak egy ilyen fél megoldást, amivel tökéletes fékhatásunk nem lesz, de talán biztonságosan lehozható az autó, és akkor mindent az a célunk, hogy az első 9-ben benne maradjunk. Hát bárhogy alakul körülöttünk a csata, az első 9 helyezés bármelyikével meg tud lenni a bajnoki cím powertől függetlenül, ahogy most matekoltunk. Hatodikok vagyunk, mögöttünk a 9. még szerintem egy 50-60 másodpercre van, szóval ezt így megpróbáljuk behozni. Ja, így alakult át a mai nap, úgyhogy ekkora különbségek vannak a tervek meg a valóság között. Egyébként se, de... De akkor ne is nagyon melegítsem előtte a féket? Persze, próbáld meg, hogy milyen. Tehát kimész a rászba, indulsz fölfele, próbáld meg, ahol van a hely, hogy viselkedik. Nem tudom, hogy ne kicsit túl melegszik el, vagy nagyobb fog élegezni ez a szartodod már oldalt. Hogy tudod, nem el lesz szarszom kanyarat, vagy valamit, mert nem tudja neki, hogy egy kicsit nagyobb útra lesz. Jó, kipróbálom. Jó, és akkor kipróbálod, akkor úgy utána valamennyire tudod érzéssel. Oké. Gyertek tankolni! Halavat basznék. Jó van, köszönöm. Az! Mi tankoljunk? Mindjárt mondom. Megyünk! Plusz
rövid bent kistőből, jobb egy íven padló kistő, 80 a balon, és a jobb kettő rövid gumi íven, 50, a jobb egy mínusz padló bátramból, 150 lefelé, és a sima bal ívenből a 30 vég van a bal 13, mínusz vége bentből, a jobb úton egy úton tempó itt. És 50 a bal, egy mínusz íven tempó hosszú. Ah, jó, megvan. Gratulálok. Nagyon köszönöm. Én is. Ez most olyan volt. Ez most olyan volt. Ah. Ez olyan. Ah. Kezded? Kösz csapat, kösz mindenkinek. Tényleg. Hali kettes magyar bajnokok vagyok. Köszönöm. Én nem bírok beszélni. Az első körben ez az ismeretes végprobléma, ez kicsit keresztül húzta a számításainkat, és egy ilyen félmegoldással rukkolt elő a csapat, mert nem volt másik féknyergünk, amit cserélni kellett volna, hogy teljes legyen a megoldás. Így hát egy ilyen kis barkács megoldással vágtunk neki az utolsó két gyorsaságinak. Szerencsénk is volt abból a szempontból, hogy mindkét gyorsasági előtt volt még szervizünk, ugye? Szóval... Elől ilyen, szerintem ilyen 60-70%-os fékteljesítménnyel, de ezt a két bükszentet lefelé meg kellett még oldjuk. Ugye a pontokban már akkor úgy álltunk, hogy az első 9-be kellett végezzünk, ez azért nem tűnt lehetetlennek, nyilván csak mégis az, hogy van egy folyamatos bizonytalanság benned, hogy egy ilyen félmegoldás kibírja ezt a 14-5 versenykilométert, ami hátra van, az egy pici feszkót tesz az emberbe, ez most se volt máshogy. De leküzdöttük, és az utolsó előtti gyorson hát azt mondtam, hogy kicsit zavart is, hogy nem igazán tudtunk jó eredményt jönni, amivel én elégedett lettem volna a féknek köszönhetően. De mikor megnyugtattak, hogy ezzel azért lehet közlekedni, és annyira nem vészes a helyzet, de a legfontosabb, hogy hozzuk be az autót, akkor vagy azzal együtt azért az utolsó gyorsat megnyomtuk, azt sikerült is megnyerni, úgyhogy így egy kicsit kerekednek érzem én ezt a történetet. Szóval megnyertük az utolsó szakaszt, azzal együtt 5. helyre értünk be abszolútba, ami azt eredményezte, hogy megnyertük a Rally 2-es országos bajnokságot 2023-ban. Amit nem hittünk volna az év elején, hogy ez sikerülhet, vagy legalábbis egy picit elhittük, de most ebben nem bízza el magát az ember ez ügyben, mert annyira távolinak tűnik az, hogyha még azt is gondolja, hogy benne van ez a potenciál a csapatban és önmagában, attól még mindig fél tőle, hogy ki tud-e ezt teljesedni. És most hál' Istennek itt ez kiteljesedett és sikerült. Úgyhogy magyar bajnokok lettünk másodosztályban, aminek én hihetetlenül örülök, és majd alkalomattán előre is tekintek. De most az a legfontosabb, hogy ezt megéljük, és mindenki érezze azt, hogy ez egy hatalmas melónak az eredménye. Úgyhogy köszönöm ezúton is a csapatnak, illetve mindenki másnak, aki hozzátett ehhez. Azoknak is, akik segítettek, és azoknak is, akik valamilyen módon motiváltak, mindenképpen éppen ezért köszönettel és hálával tartozok. Úgyhogy így ment le ez a Diósgyőri verseny. Innentől meg készülünk a jövő kihívásaira, majd meglátjuk, hogy hogyan és miként dolgozunk rajta. Az, hogy ide eljutottunk, az egy nagyon hosszú, számomra nagyon hosszú folyamat előzte meg. Érdekesség, hogy először 5 éve pont itt Bükszentkereszten sikerült kategória győzelmet aratni egy ázsigulival 2018-ban.
és az volt talán az első szikrája annak, hogy van némi keresnivalónk. Tudok párhuzamot vonni a két év között, mert akkor is rengeteg technikai bajunk volt, és a következő évben ott bajnokok lettünk. Szóval azt az ázsiguli korszakot követte egy ilyen VFTS-es rövidebb karrier, majd abból merítve tapasztalatokat és gondolatokat, elindultunk egy másik irányba, megfogalmaztunk új célokat magunknak valamikor 21 év vége felé derekán. És a legrosszabb felismerés az az volt, amikor 22-ben, tehát tavaly év elején rájöttünk, hogy ez nem realitás, hogy mi ezt véghez tudjuk vinni, amit szeretnénk. Úgyhogy egy év csúszással ez idén valósulhatott meg. És az a várakozás, az idegőrlő is volt, meg egy pici fegyelmet is kívánt, hogy kitartsunk, és azt gondoljuk, hogy van értelme dolgozni, nem is holt szezonban, hanem egy komplett éven keresztül, hogy ez az év jól sikerüljön. Ez most egy hatalmas elégtétel, hogy ez így alakult, és összejött az, amit szerettünk volna, meg ebben mindig is hittünk. Én azt mondom, hogy ha ennél sokkal több már nem várna ránk ebbe a kis sportágban, nekem már az is, akkor is úgy gondolnám, hogy ez már nekem valami. Én már ezt el tudom tenni a polcra, el tudom mesélni, és már tudok neki őszintén örülni, ez már valami. Én azokra a korábbi bajnokokra, akik a másodosztályt meg tudták nyerni, nekem mindig sokat jelentett, és felnéztem rájuk, és szerintem jó pilóták voltak. Ugye az, hogy éppen milyen mezőnyben versenyezhet az ember, az arra minimális ráhatása van. Én azt gondolom, hogy a mostani mezőny is egy egészen erőt próbáló bagázs az elejét tekintve. Örülök, hogy itt megtaláltuk a helyünket, és hely tudtunk állni. Szóval a várakozás része az rossz volt, ami megelőzte ezt az évet, de az, hogy most itt minden összeállt, és egy kicsit a sors is fogta a kezünket, mert ugye azt tudjuk, hogy ehhez a versenyhez némi nemű szerencse is kellett, de az, hogy ez összejöhetett, az szerintem annak köszönhető, hogy amikor a lehetőségeket megkapja az ember, akkor azokkal tud élni megfelelő módon, és ez nekünk többször sikerült idén, hogy amikor volt lehetőségünk és problémánk nem, akkor minden lehetőségünkkel jól tudtunk élni, és eredményre váltottuk. Úgyhogy ha ez kellett hozzá, akkor ez most sikerült végre. És ez most egy nagyon jó érzés mindenképpen. Én már egy kicsit eláztam, tiszta pezsgő vagyok még most is. Ahogy látjátok, már bontják a céldobogót, túl vagyunk az ünneplésen a csapattal. Ennek a nagy része a nyakamba és a többi csapattag nyakába került, meg még néhány hasonló üveg. De nem ez az egyetlen, amivel ki fog ürülni, az biztos. Úgyhogy vár még ránk egy kis ünneplés, méltó lezárása, lehet ez az évnek. Nekem amúgy is hiányzik, mert hónapok óta nem bulisztam egy igazán jót. Úgyhogy ez lesz ennek a hétvégének a legméltóbb lezárása. Én már ezt is nagyon várom. Úgyhogy sziasztok! Megörökítik a hétvégét, ja, jó? Okay. Vigyázz, mit mondasz! A púzusodat mérjük! Hát az most akkor nem menne túl szépen. Kritikus. Pirosan villanra, nem kéken. Vártok valaki? Mikrofon. Annak a... Jó, kedves Júlisom. Lángagos itt mindenféle cuccot, érted? Reggel üzentem az autónak. Taki adott neki egy puszit is. Szeretném, ha ezt most az autó is akarná. Na, az egy homológ Peugeot-nak, a homológ fék pofája. Kölcsön kértem a barátomtól, hogy segítsen már meg, mert egy cseppet elszabadultak a dolgok. Beheggesztette Csabó haverunk. Aztán így most tök jó célt szolgál. De kicsit. Mi van, baszd meg? Mégis videózol? Azt előbb azt mondtad, hogy már lecsúsztál. Mi? És volt olyan eszközünk, mondjuk egy oldalcsípő, ami nem állt rendelkezésre, mert épp Miskolcon volt bércsípésbe. Nem áll. Az aranyon a tegnap este. Az a jó. A régi hangos autó? A régi hangos autó az egy legenda volt. Az meg ők kurvára alkalmasok. Ja, most esni. Te videós ember, vigyázz a lábadra, hova veszed. Itt tudtam, hogy ezek kurvára alkalmasok erre a kurva.